Jelenetek az Újra fegyverben című epizódból. Készítsék elő a felélesztést. A legújabb biológiai hadeszközök. Megkaphatja a tökéletes katonát. Engedje meg, hogy bemutassam. Halottnak kéne lennie. Igen, halott. Rendbe jött. A nő kb. Egy órája jött el egy vidéki vasútállomásról. A nőt körözik, Mr. Mazur. Hadd foglalkozzanak vele a hatóságok. Veronica Roberts volt CNA tudósítót. Be akarják őt feketíteni. Ki ez itt a fotón? Luke bátyja Eric. Vietnámba vitték egy tanácsadó egységgel. Egy év múlva levelet kaptunk, hogy életét vesztette egy katonai bázison. Maga kicsoda? Az öccse barátja vagyok. Mi a neve? GR-44. A baj kimerül. Már nem is. Vedd le a nadrágot. Helyzetérzékelőt építettek a lábadba. Ha kiszedjük, nem találnak meg minket. A GR-44 nem ad jelet. Nem fogom hagyni, hogy a tervünk kútba essen. A GR-44 vált az ellenségünk. Értetlen! Ezek meg fognak ölni. Még nem tudjuk, hogy ki áll e mögött az egész mögött, de ki fogjuk nyomozni. Miért nem reagál? Eric nem kapta meg a kezelést. Egy barátom a CNA-nél elhiszi, hogy ártatlan vagyok. Nem lehet visszahozni. Kiderítem, hogy kitette ezt velünk. És esküszöm, hogy megbosszulom. Tökéletes katona 3. Befejezetlen ügy. Életük a hazái, lelkük istené. Fényképezte Russell Guzzi. Mr. McNally? Ki maga? Maga hívott minket a sír miatt? Igen. Bay Reddert hívtam. Ők meg mindig. Ők azok? Aha. Igen. Vigyen oda. Itt voltak. Miért? A GR-44 itt temette el a bátyját. Ó, milyen szentimentális a fiú. Ássa ki. Igen, uram. Abba az irányba mentek. Megegyezéssel végződött a svájci bankok és a... Írta Peter M. Lenkov. ...képviselőügyvéd több hónapig tartó tárgyalássorozata. Az összeg milliárdokra rúg, és aranyrudakban fizetendő vissza az 50 évvel ezelőtt... Rendezte Jeff Woolnough. A mai bejelentést mindenütt az igazság győzelmének tekintik. Unisol hadműveleti bázis, Cape May, New Jersey. Gratulálok a munkájához, Dr. Walker. Ön apa lett. Hello, GR-87. Éhes vagy? Jól lesne egy kis kaja? Növekedés felgyorsító aktiválva.
Toronto, Kanada. Jó estét! A média arisztokrácia estéje. Biztos, hogy itt lesz a szeretőd? A volt szeretőm. Charles a CNA gazdasági tudósítója. A plutokrácia egyetlen buliát se hagyná ki. Plutokrácia. Nagy kutyák. Nem kedveli őket? Charles senkit sem szeret, aki többet keres nála. Ezért aztán mindenkit utál. Ez itt az ő furgonja. Oké, Charles. Megjött a képed a monitoron. Nem sokára adásban vagy. Oké. Már odafent van. Mikrofon szó sem lehet róla. 1, 2, 3. Lent akarsz maradni? Bármikor felismerhetnek. Felismerni? Ez Kanada, itt nem köröznek minket. Ismerik a paramétereinket. Ezt észben kell tartani. A rése leszek. Hé, én riporter vagyok. Ha veszélyben volnán, tudnék róla. Ha kellek, itt megtalálsz engem. Légy óvatos. Nagyon óvatos. Oké. Minden rendben? Szédülős vagyok. Én nem. Kedves média mogulok, üdvözlöm Önöket ezen a kellemes estén. A világ vezető média cézárjai gyűltek itt össze ma este. Nézzenek csak körül! Itt mindenki egy-egy parancsnok az információs ipar csatamezei. Önök keresztben lenyeltek 14.500 hasonló céget. Nem tudom, mit utálok jobban. Itt vagy az életem. Jó étvágyat! Látnak szemeim, főnök. Egy civil a pályán. Ez Roberts. Igen. Ezt muszáj felvennem. Felejtsd el, Max. Viccelsz, főnök? Ez egy címlapsztori, hiszen körözik. Ne higgy el mindent, amit a tévébe ad. Jó, persze, de csak nincs valami köztem. Elég. Maradj nyugton. Hello, Charles. Higgyünk egyet. Köszönöm. Mit csinálsz itt? Segítened kell. Miért nem hívtál fel? Azt hittem, nem örülnél neki. Nos, azért, mert leírtál. Még nem gyűlöllek. Sajnálom. Jól teszed, mert összetörtél. Mit akarsz? Emlékszel a munkára, amikor Adam meghalt? A túsz téma. Valami spéci antiterrorista egység oldotta meg a dolgot. Hogy is hívták őket? Tökéletes katonák. Ez az. Te meg teljesen oda voltál, hogy többet tudj meg róluk. Most nemrég sikerült is, bár ne tudnék semmit. Charles, ezek a katonák halottak. Ezt hogy érted? Ha az agyuk érintetlen, fel tudják éleszteni őket. Ez lehetetlen. Ez lehetséges. Begyűjtik és felélesztik a halottakat. Micsoda zöldségeket hordasz össze? Charles, már hosszú ideje ez határozza meg az életem.
hatástalanítva. Hát nem mondom, szép kis történet. De mi a bizonyíték? Az egyik hőjük velem van. A ház előtt. A neve Luke Devereux, Vietnámban halt meg, és a túszdráma óta bujkálunk. Látnod kell őt, Charles, olyan, mint egy gyerek, mintha sose lett volna felnőtt. Kitörölték a memóriáját, és csináltak belőle egy tökéletes katonát. Igyekezzünk, egy rakás ember van kint. Ez meg mi? Torta rendelés. Torta? Honnan jöttek? Vidékről. Ez a fickó az egyetlen bizonyítékod. Van egy központjuk is, amolyan katona előállító üzem. Hol van? Bár tudnám. Egy teherhajóban rejtették el. Utoljára a chicagói kikötőben láttuk, de már réges-rég eltűnt onnét. Ki tudja, hol lehet. Része még valaki más is a történetnek, mondjuk valaki a hatóságoktól. Van egy Gregor nevű orvos, aki a programot vezette. Régebben beszéltünk vele. Ő talán tudna segíteni. Rá is szükségük lesz. Itt a desszert. Kezdődhet a tánc. Tánc? Szabad? Dögölj meg. Csend legyen! Aki állva maradt, szétlövöm a fejét! Feküdjenek le! Feküdjenek le! Hányszor mondjam még el maguknak? Lefeküdni, rohadékok! Maguk nem értik, amit mondok? Azt mondtam, lefeküdni! Rendben! Ne moccanjanak, csak semmi hősködés! Aki megpróbál elszökni, az életével fizet! Kérem, próbálja meg elérni az 504-555-2-298-at. Egy pillanat. Sajnálom, a vonalat kikapcsolták. Az lehetetlen, megpróbálná újra? Ennyi milliárdost egy rakáson. Nagyon, 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 nagyon szánalmasak. Maga. Na és persze maga. Velem jön. Hová megyünk? Kezdődik a tévéhíradó. Uram, adásban vannak. Kamera forog. 9. Ne 5. 5. Veronica Roberts. Azt hittem, az államodban van. Mit csinál Kanadában? Rejtőzködik. Hívja az államok követségét. 5. Olvassa. 4. Nem tudom. De igen, különben a barátocskája meghal. 3, 2, 1. Tessék. Hölgyeim és uraim, átvettük az uralmat a kongresszusi köztünk felett. A világgazdaság kizsákmányolói
az információ kegyetlen kalmárai a kezünkben vannak. A követeléseinket hamarosan ismertetjük. Amennyiben bárki megkísérli a túszok kiszabadítását, azt kegyetlenül megtoroljuk. Ne kövessenek el hibát. Komolyan beszélünk. Nyeljen. Nyeljen. Nagyon jó volt. Nagyon, nagyon jó. Azt hiszem, világosan beszéltünk. Maga pedig legyen jó kislány, és ne csináljon semmi butaságot. A telefont! Uram! Hogy szolgál az egészsége? Veronika Roberts, igaz? Ő a szóvivőnk. Maga meg mostantól a túszokért felel. Ki maga? Az nem lényeges. Sokkal fontosabb, hogy nem hal meg több ártatlan ember, ha teljesít egy egyszerű követelést. Mit akar? 100 millió dollárt. 100 milliót? A mindenit. Tudja mit? Legyen 110, megjelölés nélkül, százasokban. Maga teljesen megőrült, tudja mennyi pénz az? Aha, apropó, amerikai dollárban. 3 órát adunk, ha addigra nem sikerül összeszedniük a követelt összeget, 10 percenként megölünk egy túszt. Világos? Igen. Hadd csináljon valamit. A torontói kongresszusi palotában kialakult túszdrámával kapcsolatos legfrissebb hírek szerint megerősítették, hogy a pár perccel ezelőtt kivégzett túsz nem más, mint Charles Clifton, a CNA tudósítója. A terroristák között van Veronika Roberts, volt CNA munkatárs is, akit az Egyesült Államokban bűncselekmények elkövetése miatt már hosszabb ideje kötöznek. Jelenleg a központ alsó szintjeinek kiürítése folyik. Hölgyeim és uraim, térjünk rá az üzletre. A szoftverünket alkalmassá tettük a PIN kódjaik elfogadására, így biztosíthatom önöket, hogy a tranzakciók teljesen titokban maradnak. Ezért arra kérem önöket, hogy fáradjanak ide, és a bankszámlánkra szíveskedjenek átutalni 5 millió dollárt. Fejenként. Akkor elmehetnek, és vége lesz a rémálomnak. Na már, hogy a legfelsőre kell menni. Akik nem hajlandók erre, fáradjanak az oszlophoz. Na, mi lesz már? Igen, jól hallotta, 110-et kér. Igen, tudom, hogy az mennyi pénz.
Ki maga? A kisegítő vagyok. A többiek? A nagy étkezőben. Én is mehetek? Nem ajánlom, kedvesem. Magáról azt hiszik, velünk van. Nézd meg! Hello! Ki a fene maga? Csak egy kisegítő. Gyerünk! Ez meg kicsoda? Csak egy kisegítő. Na jöjjön! Hogy kerül ide? Kiürítettük a konyhát. Elbújtam. Nézd utána. Nagyon nehéz edényeket cipeltethetnek magával, baby. Oké, mehetünk. Kérem, ne lőjön. Nos, találtam még valakit. És ez ki a fene? Azt mondja, ő a kisegítő. Ez zsaru. Öld meg. Csak nyugalom. Hatoljanak be! Gyerünk, 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 gyerünk! Ő velem van. Megőrültél? Azt hittem szédülős vagy. Kapaszkodj! Most pedig a legfrissebb hírek a Tooze drámáról. Helyszíni jelentésünk következik, Fred. A kongresszusi központban kialakult válsághelyzet erőszakba torkollott. A drámát azonban nem a rendőrség, hanem egyetlen ember oldotta meg. Szemtanúk szerint a férfi egy képregénybe illő szuperhős módjára viselkedett. Az a fickó nem sokat teketóriázott. Bejött, kicsinált néhány embert, aztán eltűnt. Mire a rendőrség behatolt az épületbe, mind a férfinak, mind Veronica Robertsnek, a volt riporternek nyoma veszett. Roberts továbbra is körözés alatt áll az Egyesült Államokban, és a rendőrség nagy erőkkel keresi. Látta a híradót? A fiú megint bajt kevert. Igen. Tegye ártalmatlannál. Minére? Mert a létezése veszélyezteti a munkánk eredményességét. És ezt nem engedhetjük. Igen, uram. A célt nem hiúsíthatja meg sem ő, sem más emberi lény. Nem, uram. Oké. Örülök, hogy megérted. Múlt héten egy 4 svájci bankból álló konzorcium 10 milliárd dollár értékű aranyat bocsátott ki, amelyet a holokauszt túlélői között fognak szétosztani. A tranzakciót az ENSZ ellenőrzi. Az aranyrudak szállítása, melyet az Egyesült Államok légiereje bonyolít le, a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett történik. A szállítmány indításának és érkezésének részletei titkosak. Szerencsére hamar begyógyul.
Folyton jót akarunk, de valami mindig közbe jön. Most például Charles halálával végződött a dolog. Mi a baj? Meg sem hallod, amit mondok neked? Haza kell mennem. Ha megállunk, végre kell egy kocsi. Nem túl jó itt. Üdvözlöm, Clancy tábornok. Örülök, hogy ilyen hamar ide tudott jönni. Semmi gond, uram. Jelezte, hogy sürgős. Valóban az. Nos, úgy tudom, hogy ön a Doveri katonai légibázis biztonsági főnöke. Így van. Kérnék egy szívességet. Mit uram? Hogy halljon meg. Semmi baj. Ez csak ideiglenes. Ezt nem gondolja komolyan. Katonákat kérek és bűnözőket számít. Vigye őket a laborba. Kegyetlenek és durva. Tökéletesek az aranyeső akcióhoz. Na, hogy halad a mi kis kísérletünk? Megjöttek a vérminták. Pozitívak. Memória problémák? Azt hiszem, nem lesznek. A célnak megfelelően módosítottam a DNS-ét. Látja? A hibás génből klónozással egy feljavított változatot hoztam létre. Nos, remélem jó lesz, mert nagyon szorít minket az idő. Rövid időn belül bevetésre kell őt küldenünk. Már pedig az időbe telik, uram. Ó, időbe? Abból nagyon sok lesz magának, doktor. Talán még egy pár évtizedet is eltölthet a rács mögött, ha nem lesz meg haladéktalanul. Az a riporter és a GR-44. Ő doktor Walker neje volt. Neje? Ha egy nő hozzámegy egy férfi, ez a felesége lesz. Jön az erőleves. Utálom a tűket. Szükséged van rá, hogy nagyra nőj és erős légy. Ne félj, nem fog fájni. Ez egy kicsit kábít. Kezdheti. Az Egyesült Államok államhatára, New York állam északi része, vám ellenőrzési hely. Oké. Az útlevele. Tudod,
Tudni fogja, mi ez, ha felébred? Nem. Úgy tudja, hogy ez egy sima frissítés. Korábban is használtunk robbanó anyagot. Nem, Jasper. Ez a mi biztosításunk. Gusta. Fenét csinál velem. Nyugalom. Dr. Walker? Mit akar? Ide tudna jönni? Dolgom van. Az egyik jelölt felébredte a memória törlés alatt. Újjáélesztési hibának tűnik. Hallottak. Igaz? Igen. Igen, azok. Maga is az. Mi? Fiam, őrizze meg a nyugalmát, minden rendben lesz. Rendben? Halott vagyok! Semmi sincsen rendben! Engedjen ki! Most! A Gear 85-ön nem futtatható a program. Ezért meg kell szabadulnunk tőle. Ne hagyd 100-nál többel, nem lenne jó, ha elkapnának. Valami nem stimmel otthon, érzem. Semmi okuk sincs, hogy bántsák őket, hiszen ők csak ártatlan civilek. Kikapcsolták a telefonjukat. Talán nem fizették ki a számlát. Ne haragudj. Nézd, biztos van rá egy egyszerű magyarázat. Clancy tábornok. Végre visszatért. Hogy van? Nagyon jól, uram. Örülök, üljön le. Sok mindent meg kell beszélnünk.
Annyira sajnálom. Most szomorú vagy, Luke. Ez normális. A hiányuk miatt. Hiány? Ez a szívünket szaggatja. Akkor érezzük, amikor szeretünk valakit, aki nincs többé. Ezt éreztem Erik halálakor. Olyan ez, mintha kitépnének egy darabot a szívedből. Ez a seb nem gyógyul be. Ismét érző ember vagy. Természetes, hogy fáj. Nincs otthon. Nincs család. Végem van. Nem, Luke. Nem hagyjuk, hogy győzzenek. Senkim sincs. Egymáséi vagyunk. Nem akarok sebet. Luke, figyelj rám! Nem szabad elveszítenünk egymást. Megkeressük Dr. Gregor, tanúskodni fog, és lezárjuk az ügyet. Ne legyen hiány. Luke! Melegen van. Segíthet-e? Hol a hűtőkamra? Hátul, miért? Kicsit be kell mennünk. Hé, várjanak! Ez nem erre való. Mi lesz, ha bejön a főnököm is? Kérem, nem is tudom, hogy... Várjanak! Hölgyem, itt bent halára fogja fagyasztani őt. Hogyha rosszul van, akkor keresünk valami más megoldást. Nem, pont ettől lesz jobban. Ó, tényleg? Elkaptam a riporternőt, akit keres. Veronika Robertset. Pontosan. Igen, itt van nálam. A hűtőben. Katonák, azért jöttem, hogy személyesen adjak nyomatékot küldetésük az aranyeső hadművelet fontosságának. E küldetés sikere a túlélésük záloga. Nos, a monitoron látható Tiszneve Clancy tábornok, ő az akció lelke, a kódja GR86. Ő lesz az önök parancsnoka. Erről ne feledkezzenek meg. Célpontjuk a Doveri légibázis. Becslésem szerint a légierő legalább 500-adnyi katonája védelmezi ezt a bázist. Önökkel szemben. Bezártam őket a hűtőben. Biztos benne, hogy ő? Ó, persze, egészen biztos, hogy ő az. Tudom, hogy ő az. Bejött ide, a vállára egy nagy darab pasas támaszkodott, akit állítólag le kell hűtenie. Oké, kislány. Jöjjön. Ja.
Jaj! Szolgálja ki magát. Jó reggelt, fiam. Jó reggelt, uram. Hogy érzed magad? Fáj a mellem, uram. Ó, hadd nézzem. Miért van ez itt, uram? Hogy védjen téged. És minket. Na és mi volt ez a tisztelgés? Hm? Nem akarom, hogy kimért légy velem. Azt szeretném, ha úgy néznél rám, mint az apádra. Az micsoda? Az apa egy olyan férfi, aki életet ad. Vigyázz rád. Én vagyok az. Az egyetlen, aki szeret téged. Érted? Jó. A felesége halott? Igen. Igen, az. Nos, látom, tanulod a leckét. Igen, apa. Kafkönsing géppisztoly. Tölténytípusa? 9 mm-es, dupla tartályos. Tárkapacitás? 25 töltény, a fegyveré 500 golyó percenként. Nagyon jó. És most? Melyik közülük az ellenség? A GR-44. A GR-44 veszélyezteti a családunkat. Ő a legnagyobb ellenségünk. Ő a legnagyobb ellenségünk. Az én fiam. Pont olyan, mint egy ravasz. Húzd meg, és már jön is a benzin, oké? Mindjárt jövök. Te letöltené nekem? Veterán nyilvántartás? Igen, tessék. Én Mr. Christopher Gregort keresem. Kapcsolom az adatbázist. Miben segíthetek? Mr. Christopher Gregort keresem. Kis türelmet kérek. Úgy látom, hogy a Kentoni Veterán Kórházban fogja megtalálni. Köszönöm. Keresd csak meg! Mit csinálsz? Csak lemosom. Gyere már! Ez nem igaz. Elvetted a pénzét. A kártyáját is. Nem, nem, nem.
Nem vihetsz fegyvert a kórházba. Hogy védjük meg magunkat? Majd megoldjuk. Amellett dr. Gregor a barátunk. Ő talán elárulja, kik voltak a főnökei. Elmehetni a riporternek is. Figyeljen csak, angyalkám, a félkorúaknak jár a legszebb ápolónő. Ugyan, ne vicceljen már. Hey, dehogy viccelek, bébi. Nem utasíthat el csak azért, mert egyel kevesebb karom van. Sőt, megvan mind a két lábam, és tudok táncolni. Bebizonyítom. Mennem kell. De jó nő. Egy barátunkat keressük, a neve dr. Christopher Gregor. Dolgozik ma? Ő nem dolgozik nálunk. A betegünk. Az ő életkorában ez nem túl gyakori dolog. Mikor lett beteg? Nemrég, úgy 2 héttel ezelőtt. Hirtelen erős memóriazavarok léptek fel nála. Parancsok, célpontok, akció! Dr. Gregor, látogatói vannak. Ismerem önöket? Én Veronica Roberts vagyok. Ő pedig GR-44. Néhány hete találkoztunk Utahban. A tökéletes katona programról szeretnénk megtudni egy-két dolgot. Mi az, hogy tökéletes katona? Dr. Gregor, csak annyit szeretnénk, ha mondana pár szót, bármit, ami az eszébe jut. Hihetetlen. Luke, ezt nézd meg. Memóriatörlés. Mi? Mi ez az egész? Kezelést kap önöknél, dr. Gregor? Semmiet. Miért? Épp, hogy csak magánál van. Nem csoda. Én töröltem ki az emlékeit. Andy, mi a fenét csinálsz? Tedd le azt a mordájt! Pofa be! Pisztoly a kórházba, testvér. Még egy szó, és elsőként dögölhetsz meg. Most pedig szép csöndben. Kimegyünk innen. Kaptál! Kösz a segítő kezet. Na gyerünk! Lőjön! Úgy is fel fognak éleszteni. Mit jelentsen ez? Ő egy alvó. Az nem micsoda? Nem bevethető egység. Civilek. Csak a parancsra várnak.
Mindenhol ott vagyunk. Menj! Menj! A GR-83 megölt egy civil egységet, ez hogy lehet? GR-83, parancsba adtam a járulékos károk minimalizálását. Rohadt bűnöző. Lefelé! Csak Vietnámban. Csak nincs olyan meleg. Luke? Ott a néper. A francba. GR-83, nem menekülhetnek! GR-82, állítsa meg!
atya ég! Talán nem is érzed semmit. Nincs kapcsolat. A fenébe. Nem veszíthetünk egységet. Most nem. GR83, jelentkezz! Hívja vissza őket, akárhol is vannak, most! Mi lesz a 82-essel? Az aranyeső akció most mindennél fontosabb, mindenki vissza a bázisra! Mi a baj? Álljunk meg! Tessék! Van egy autóstopposunk. Nem megyünk inkább vissza a kocsiba? Luke! Él még? Épp hogy. Élek, GR44. Nem hagyhatom kint az utca közepén. De igen, pontosan ezt kéne csinálni. Haldoklik! Már réges-régen meghalt. Szerintem hagyjuk ott a rendőrség előtt egy üzenettel. Megtartjuk. Az Isten szerelmére mit akarsz vele csinálni, hiszen ez egy gyilkológép? Pontosan. Ha győzni akarunk, ahhoz szövetséges kell. És mi van, ha nem működik? Vagy ha rendbe jön és meg akar ölni minket? Majd megoldjuk. Biztos vagy benne, hogy menni fog? Egy héttel hosszabb memóriatörlést kapott. Elég néhány parancsot átírni. Megpróbáljuk őt átprogramozni. Segíts betenni a hűtőbe. Na és mi legyen a hardware-rel? Ebben van minden, amit valaha is látott és megtanult. Talán lehet benne valami érdekes. Elmehetnél riporternek is. Riporter vagyok. A kifejezés rám nem illik. Neked csak azért mondtam, mert úgy gondolkodtál, mint egy újságíró, de közben nem vagy az. Hagyjuk. Lehet, hogy ki tudunk szedni belőle valamit. Helyszínre érnek. Minden őr helyett tegyék ártalmatlanná a biztonságot. Ez meg mi a fene? Miért nem nézte az arcát? Azért jöttem, hogy az aranyeső hadműveletnek... Aranyeső hadművelet? Személyesen adjak nyomatékot. Célpontjuk a Doveri légibázis. Dover?
Az Delvőr állam. Mit akarhatnak ott? Nem tudom, de úgy tűnik ez egy nagyobb akció. Becslésem szerint... Nézd már fel, te idióta! Felfelé nem tud nézni. A GR-82 egy székelőbe figyel, ezért a tekintete csak derék magasságban lehet. Sosem szegítek meg a szabályokat? GR-86 lesz az önök parancsnoka. Az aranyat szállítsák a megbeszélt helyre. A légibázist rádiózajjal fogjuk zavarni. Aranyat. Nem szabad hibát. Te jó ég! Ki akarják rabolni a svájci aranyszállítmányt? Nem szabad hibázniuk. Luke, hallasz engem? Az az arany milliárdokat ér. Ha megkaparintják, abból egy egész Unisol hadsereget is felállíthatnak, és... Mi ez? Ez. Csak egy gyűrűt látok. Ez volt a szakaszunk éle Vietnámban. Phantom cég volt a nevünk. Együtt szolgáltál vele? Csak egy ember viselt ilyen gyűrűt. Csodálkozom! Emlékszel rá? Nem tudom. Látom őt, de nem emlékszem a nevére. Meggyógyult. Közlegény, vigyázz! GR-82. Örülök, hogy megint harcra kész. Én is örülök, uram. Rendben, pihenj. Hívjon uramnak, vagy Devrő őrmesternek. Én vagyok az új parancsnoka. Értettem. Mi az első feladatom, uram? Fizessen. Mi van a lámpákkal? Itt az erőleves. Megmondom. Utálom a tűket. Vigyázz! Bizonyára kíváncsiak, miért hívattuk magukat. Egy speciális feladatra kaptak megbízást, mert a legjobbak. És ezért egyedül maguk alkalmasak erre a seregre. Ez igen nagy megtiszteltetés. Ki? A gyűrűs férfi. A neve Gerald Resco ezredes. Ez lehetetlen. Ismered? Gerald Resco a CIA igazgató helyettese. Az ő nevét viselitek. Eddig azt hittem, a GR genetikai revitalizációt jelent. Pedig a monogramja. Ez igen. Itt Ranger 116. Leszállási engedélyt kérek.
Roger 116, az engedélyt megadom. 19-es kifutó. Értettem? Minden rendben, uram. Tudom. Itt Clancy tábornok, a Dover légibázis biztonsági parancsnoka a Roger 116-nak. A rádió kapcsolat 15 percig szünetel. A bázist a további intézkedésig lezártuk. Fiam, büszke vagyok rád. Dover légibázis, Delver állam. Nagy feszültség. Kettes csapat a központnak. Megérkeztünk. Nagyszerű. 86-os. Engedjük be a farkast piroskához. Rendben van. Kezdjük. Ön az uram? Igen. Megtalálta már a GR-82-t? Még dolgozunk rajta, uram. Mennyi időn belül tud felszállni a géppel, kapitány? Körülbelül 15 perc múlva, uram. Game over. Mindenki a géphez. Egyes őrhely tiszta. Kettes őrhely tiszta. Hármas őrhely tiszta.
Fent vagyunk a gépen, milyen kaszajré? A Uniszolok végrehajtották a feladatot. Most mit csináljunk? Ideje, hogy bevetésre küldjük a 82-est. Ne hagyjuk felszállni! Gyerünk! Ez a GR-44. Nem! Ez nem történhet meg újra! Hív segítséget a toronyból! Jó kis tömegmészárlás. Parancsszegés történt. Figyelem! Parancsszegés történt! Vétel! Ez Charles-ért.
Micsoda arc. Gyönyörű szép. Mint egy csapdába esett állat. Nem tudja, mit tegyen. Céltárgy megvan. Megölni. Ennyi volt, örmester. Sokkal jobb ennél. Erik, mit tettek veled? Az én nevem E-R-80. Hetes. Folyik ott. Csak szórakozom egy kicsit. Oké. Okay. És ehhez mit szólsz? IR-87. Ne szórakozz! Öld már meg! A fényképet! Most pedig figyelj rám! Ezek mi vagyunk. Közös volt az apánk és az anyánk. A testvéred vagyok. Hazudik. Emlékezz, Erik! GR-87, öld meg őt! Emlékezz! Hallasz? A bátyám vagy, érted? Megölték mindkét szülőnket. Összetartozunk. Ne higgy el neki semmit! Én vagyok az apám! Én vagyok az... Kezd emlékezni! Lehetetlen! Megölték. Anyát és apát is. Ők tették. GR-87! Meg kell ölnöd a GR-44-et! Azonnal! Válaszolj, azonnal! Mit tegyünk? Működésbe hozzuk a biztosításunkat. Bocsáss meg, fiam. Ez meg mi? Mi ez? Egy bomba. De jó ég. Hatótávolság? 20 méter. Mind meghal. Erik! Ne! Maradj! Maradj ott, Luke! Erik! Maradj! Erik!
Jelentés, Jasper. A GR-87 nem ad jelet. És a GR-44 és a nő? Még élnek, uram. Reszkó ezredes. GR-44, igaz? Nem. Az én nevem Luke Devereux. Nos, a névnek nincs jelentősége. Miért ölte meg a családomat? Ébredjen már fel, fiam. Minden az amerikai emberek érdekében történt. Mikor hazánk fiai aludni térnek, nyugodtak akarnak lenni. Szükségük van a tudatra, hogy valaki megvédi őket, például mi. Nem akarnak levelet kapni, hogy a fiuk vagy a lányuk megsebesült, eltűnt, vagy meghalt. A Unisol katonákat ezért tettük tökéletessé. Az emberek így nem fognak hullazsákot kapni. Benne a fiúkkal vagy a lányokkal. Mi itt létrehoztunk valamit, ami átveheti e fiúk és lányok helyét. Most már láthatja, hogy miért voltunk hajlandók bármilyen áldozatra. Ez az ár nem is túl nagy. Ért engem, fiam? Nem. Nem értem önt, uram. Kár. Sajnálom. Mivel maga katona, akinek parancsolnak. Fel tudtad venni? Megvan. Maguk hibát követnek el. Kérem a kazettát. Nincs kazetta. Élőadás. Nyugalom. Egy lépése.
Gerald Rescott egy névtelen sírba temették el, mert szégyent hozott hazájára. Bár az ellenem felhozott vádakat elejtették, a CIA a kongresszusban letagadta a tökéletes katonaprogram létezését. A Unisol hadműveleti bázist sohasem találták meg. Így Luke és én továbbra is félelemben élünk. Mert biztosak vagyunk benne, hogy valahol létezik. Üdvözlöm, uram. Jól van? Teljesen. Örülök. Mit parancsol, uram? Gyártson alvókat. Unisol, jelentkezz! Hello! Gear 71, Peter! Üdvözletem! Gear 76, Peter! A puci hív! Gear 80, Peter! Gear 72, Peter! Köszönöm, uraim! Magyar hangok. Juhász Judit, Bozsó Péter, Kránic Lajos, Szokolai Otto, Reizen Bükler Sándor, Kocsis Maria, Seder Gábor. Magyar szöveg Gyémánt Ferenc, hangmérnök Horváth Zoltán, Vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax.